A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház egykori és jelenlegi dolgozóit ismerhetik meg azok, akik kezükbe veszik Vakler Lajos újságíró újonnan megjelent könyvét. A fehérvári beszélgetések 5. kötetét hétfőn délután mutatták be a Tolnai utcai tagkönyvtárban. Fogtam magam és átnéztem a régi és a jelen orvosait, hiszen nem feledhetjük, hogy a 70-es évek közepétől fejlődött annyit a kórház, hogy a Szent György Egyetemi Oktatókórház lett belőle. Tehát ezzel kezdődött, és hát Bucsi László, az akkori főigazgató segítségével feltérképeztük, hogy kik szólaljanak meg. Az orvosok mellett írók, művészek élettörténetével is találkozhatnak az olvasók. Vakler Lajos beszélgető partnere a könyvtár igazgatója volt az est folyamán. Úgy gondolom, hogy nagyon hiteles a maga nemében, és akiket megszólaltat, mindig felkészülten foglalkozik azokkal az emberekkel, akik Fehérváron élnek, Fehérvárért dolgoznak, és azt gondolom, hogy ezt az itt élőknek, az olvasóknak is meg kell mutatni. Kalincsákné Molnár Zsuzsanna úgy vélekedett, az író életében az értékmegóvás is egyaránt fontos szerepet tölt be.